Üdvözöllek benneteket a mai Dharma beszéd ö, estéjén. Én fogom az a bevezetőt tartani, a nevem Bálint Marian. És hát ö, sokat gondolkoztam itt a nap folyamán, hogy milyen gondolat mentén ö, tartsam ezt a pár perces bevezetőt. És hát mint egy jókoan interjú, egy jó megoldás a nem múló hála érzése maradt úgy mellettem, hogy úgy döntöttem, hogy akkor e ementén próbálom nektek e e valahogy így bevezetni a mai darma beszédet. Ha hála, akkor ezzel a pillanattal kezdeném elsőnek is. Nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy eljöttetek, mert bármi más csinálhatnátok ezen a szép nyári napon, tehát ülhetnénk egy lángosozóban, és egy nagy zsíros lángossal, meg egy, egy fröccsel, és mégsem ezt tesszük, hanem ez a csapat arra vette a bátorságot, hogy önmaga felül kérdezősködjön, és energiát tegyen abba, hogy megismerje azt a valamit, ami létrehozza ezt, a, ezt az egész csodát, ami az emberi élet. Úgyhogy végtelen hála, hogy, hogy itt vagytok, és már is akkor a, ugye ez a szanga ereje, tehát tudjátok tapasztalni azt, hogy milyen az, amikor nem egyedül otthon küzdötök a darma mezején, hanem milyen az, amikor összekapcsolódik ennyi ember, és közösen döntünk a felül, hogy befelé vesszük az irányt. Ez a szanga ereje, a tanítványi közösség ereje, és ez ezért nem, nem lehet eléggé hálásnak lenni, én szerintem, amikor találunk egy ilyen közösséget, amit mi elfogadunk, és az befogad minket, és hatványra emelődik a darma mezején tett küzdelmünknek az eredménye. Nem könnyű műfaj, egyébként az én úgy tapasztalom, mivel, hogy maga a tradíció az, az, ugye, elvileg távol van a, a magyar szokásos mindennapoktól, és ezért azt mondom, hogy, hogy nagyon jó, hogyha egy letisztult célra érkezik ide az ember, vagy fe, tényleg felteszi elősör, először a kérdés, hogy miért, miért is akart ő pont zennel foglalkozni. Nálam, a következő a képlet. Teljesen átlagosan a szenvedés elviselhetetlenséget terelt rá erre, erre az útra, illetve az, önke, az, az önmegismerésnek a, az útjára. Igazából nem terveztem én zen gyakorolni, soha se buddhistának lenni. Az is kérdéses, hogy most <laughs> az lennék-e. Inkább úgy adódott a dolog, hogy a mester, akit megtaláltam, és, és remélem ő is engem, ebben az életében zen szerzetesként gyakorol. És ö, úgy úgy sikerült ez a dolog, hogy az a tanítás, amit ö, tud adni nekünk, és, és nekem, az, nekem pont passzolt. És ez óriási dolog, akkor a kegyelem, amikor az ember talál a szenvedés útján egy olyan jól működő, számára jól működő tanítást, ami kifelé vezeti a szenvedésből, hogy hát ismét a, a hálás kell itt elrebegjem nektek. Nagyon dióhéban, én négy évvel találkoztam a Csongan Sunim tanításával, és három éve én úgy tettem ide be a lábamat a Zen templomba, hogy egy olyan állapotban voltam, hogy 15 éves koromban engem elért egy csondaganat állapota, és egy életműtő mentét, műtét kellett ahhoz, hogy ebben a testben maradjak, és ez azzal járt, hogy a kismedencém egy részét eltávolították. Ez a műtéti rész gyakorlatilag nem, nem igazán gyógyult soha. Akárhányszor megműtöttek, gyakorlatilag mindig egy nyílt sebbel kellett, hogy éljek. És én három éve úgy jöttem ide, hogy egy, egy gennyező nyílt sebbel érkeztem a testemen, ami nem akart lezárulni, Semmilyen beavatkozás mentén sem. Tehát egy, egy zsákutcában találtam magamat, ahol gyakorlatilag közölték velem a magyar orvosok, hogy nem tudnak velem mit csinálni, mert már nem, nem tudnak mit eltávolítani, a, a sebemmel valószínű együtt kell élnem. Elkezdtem így gyakorolni a zen gyakorlatokat. Talán nem is tudom, egy év után tettem fel a kérdést a szunimnak, hogy, hogy mi, az a, mi az, amit én tehetek ebben az állapotban. Mit tehetek én még magamért? Mert valahogy ebből, ebből biztos, hogy fel, tud, fel kéne, hogy állni, ez így, ez így nem lesz jó. És szunim azt mondta, hogy persze, Marian, van mit tenni, bőven van mit tenni. És elmondta azokat a gyakorlatokat, ami, ami mentén én tudtam haladni mondjuk, hogy ha már a hála, akkor a családom felé is elküldök egy hatalmas hálát, ugyanis adtak nekem teret arra, hogy gyakoroljak, és egy kis fiúnak az édesanyja vagyok, ami asszonytársak tudják, hogy ez, ez, mit jelent egy gyerek mellett kitartóan küzdeni, gyakorolni, de nem lehetetlen, és ennek az egésznek csak annyi a mondani valója, hogy, hogy ilyen helyzetből is el lehet indulni. Tehát, hogyha valaki felteszi magában a bátor szándékot, hogy elindul egyféle úton, akkor az lehet bármilyen nehéz helyzetből indulva is megtenni. Tehát genyező nyíltsebbel és egy leszakadt térdel is meg lehet találni egy olyan pozíciót, és nagyon sokan, sok autókkal beszélgettünk itt, hogy, hogy mennyire fáj meg nehezen találja meg azt a pozíciót, amiben lehetne haladni, de hadd csak mindenkit arra, hogy nagyon-nagyon kicsi mozdulatokon múlik az, hogy megtaláld azt a három biztos pontot, amire ráülve nem fogja az egész templom a vállatokat nyomni. Tehát én is ebben találtam olyan pozíciót, ami, ami szépen ki lehetett tartani, akár kétszer 50 percekre is az elvonulások során. Úgyhogy remélem ez, ez bátorít titeket egy kicsit. És hát a, a gyógyulással kapcsolatban annyit tudnék mondani, biztos sok mindenki nézi majd ezt, és biztos, hogy nagyon-nagyon sok ember érkezik ebbe a templomba úgy, hogy gyógyulni vágyik. Mert a gyógyulás az, az nem, nem csak testi szinten érthető. Tehát a szenvedést azt rengeteg sokféleképpen tudjuk tapasztalni ebben az életben, és nagyon jó hír volt azt itt hallani, hogy ebből a szenvedésből van kiút, és an, azon az úton lehet járni. Én úgy gondolom, hogy a valódi gyógyulás, hogyha meg kéne fogalmaznom magamban, az, az, az a felébredést jelenti. És hogyha meg kéne fogalmaznom, hogy mi a különbség a, az ut, ö, utolsó mostani műtétem és a három évvel ezelőtti műtéteim között három év ö, kitartó gyakorlatos munka. A különbség a, a két műtét között, és most gyakorlatilag három hónapja gyógyult állapotban vagyok. És ez talán nem szerintelenség azt mondani, hogy ahhoz, hogy a körülmények összeálljanak, abba ö, megfelelő pillanatba, amikor könnyen kinyílnak a kapuk, amik, amiket addig döngettünk, és a, az Istennek nem nyíltak, és ö, nem, nem volt változás. Az rengeteg ö, munka befektetett energia után nem kell döngetni, mert nincs is ott ajtó egy, egy, egy ponton. Ez a gyógyulás, ez biztos, hogy köszönhető annak, hogy én itt lehetek ebben a közösségben, és nagyon talán amit kiemelnék belőle, az a jó hír, hogy, hogy semmi nem állandó, semmi nincs kőbe visve. Tehát ez óriási hír, hogyha gondoltok, Tehát, hogy, hogy nincsen, nincsen állandó karma, semmi nincsen tőlünk függetlenül, és ennél jobb hírt, hát nem lehet hallani, én szerintem. Ennél jobb hír csak az volt, amikor uh, Sunim közölte velem, amikor mondjuk túlagyaltam volna, hogy akkor mi az, ami beteg bennem, és uh, mi az, ami, ami meggyógyul, és mondjuk ebben így belecsavarodtam volna, akkor ő közölte velem azt a, azt a mondatot, hogy Marian, meg, meg lehet gyógyulni. És olyan furcsa, hogy, hogy, hogy néha mi emberek, hogy így elég egy mondat, ami, ami olyan messzire visz minket, az a bizonyosság, ami, ami kivel mondva, hogy ezek, ezek önmagába véve egy, egy ilyen gyógyító adományok. Úgyhogy a hálám a harmadik része az a mesterem felé, Csongan Szunim felé száll, és, és hát az ő mestere felé, illetve az összes olyan ős felé, aki volt olyan bátor, hogy leült és megnyitotta azt a tudati teret, amiben most mi is ülünk, ülhetünk itt. Akkor nem is szoporítanám tovább a szót, mert rengeteg ilyen gyógyító mondatot fogtok biztos találni a következő beszédbe, amit most meg fogsz szunim tartani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mindenkinek kitartó, kitartó gyakorlást az úton. Köszönöm.